Banzsa Alexandra vagyok a Szegena Kft-től, és ebben a videóban a Szegena Kft-től a C-Pro nedvesség mérőt fogom most bemutatni. Ennek a doboz tartalma tartalmazza a használati utasítást, magát a C-Pro nedvességmérőt, a hozzávaló elemet, a kupakot, amiben szintén meg tudjuk mérni, hogy 11 mm, illetve 9 mm, legyen a mért egység, illetve a tisztító drót kefét. Ez a gyártmány is, és Dán természetesen, emellett ez a legújabb modelljük, illetve ez 0,25% pontosságig mér, ami pozitív előnye. Továbbá egy applikáció is tartozik hozzá, ami sokkal könnyebbé teszi magát a méréseket is, illetve kényelmesebbé ugye a mai világban. És akkor most megnézzük a mérést. Itt látható, hogy a búzánál szintén 9 mm-t kell nézni. És el is indítjuk. Jól látható, hogy mennyi a mostani mérés eredménye, illetve legalul az utóbbi három mérésnek az átlaga, ami ezúttal megegyezik az eredményünkkel. És a tisztítást ezzel a tisztító drótkefével fogom elvégezni. Hogyha megnézzük magát a C-Pro-t, akkor jól látható, hogy a menüje az magyar. A gombokkal tudunk lépkedni, különböző méréseket tudunk megnézni, búzára, szabra, lucernára. És még rengeteg mindenre is tudunk mérést indítani. Emellett meg tudjuk nézni a naplót is, hogy miket mértünk. Kalibrálni is tudjuk, be tudjuk állítani, ezen belül Bluetooth-ot tudunk kapcsolni, amivel össze tudjuk kötni az applikációval. A minták számát is meg tudjuk nézni, átlagot, illetve a naplót törölni is tudjuk, automatikus kikapcsolást, illetve a nyelveket is tudjuk még állítani rajta. A kifejlesztett alkalmazás a C-Pro-hoz alkalmas arra is, hogy a GPS helyzetet, időbélyeget, jegyzeteket, illetve különböző beállításokat is hozzá tudjunk csatolni a mért adatokhoz. Emellett egyaránt letölthető a C-Pro-nak az alkalmazása az SCA Moisture Connect Android és iOS telefonokra is, illetve készülékekre. Elsősorban
nyilván hát össze kell párosítani a C Pro-t és az alkalmazását. És elsőként magát a méréseket fogja nekünk mutatni az applikáció. Emellett viszont a menüben, nyilván a mérés mellett maga a Bluetooth-ot is lehet állítani, illetve törölni tudjuk a mért adatokat, és különböző nyelveket is be tudunk állítani, ami különösen előnyös, hogy magyar nyelvre is át tudjuk állítani az applikációt. És itt vissza is megyünk a mérésekre. Elsősorban, hogyha rámegyünk a mért eredményekre, itt láthatjuk magát a gabonának vagy vetőmagnak a nevét, magát a nedvességet, amire kaptunk eredményt. Itt az időt is be tudjuk állítani, különböző jegyzeteket is be tudunk állítani, illetve, hogyha úgy van, akkor képet is tudunk készíteni. Amennyiben tetszett a videónk a nedvességmérőről, akkor megtalálhatok minket a szegana.hu oldalán, illetve további érdekes videókért keressétek az oldalunkat. Köszönjük a figyelmet!